Az elődöntőből tovább jutott 9 legjobb produkciót ismerhették ma meg az iskola diákjai és a szülők. Diákoktól érkezett az ötlet, hogy az országos tehetségkutatók alapján legyen egy hasonló rendezvény a Tóvárosi iskolának is. Az elképzelés sikert aratott, lelkesen készültek a gyerekek a produkciókra. A gyerekek körében nagyon népszerű ez a tehetségkutató versenyek a televízióban, és onnan jött az ötlet, hogy meg kellene hirdetni, nagyon sok jó mozgó, jól táncoló, énekelő gyerek van az iskolában, és kevés olyan lehetőség van arra, hogy ezt megmutassák, és ezért hirdettük meg ezt. A zsűri egyik tagja, a Fehérvár hangja, döntősek Kolosai Feri volt. A fiatal zenész boldogan tett eleget a felkérésnek, mint mondja, ő is körülbelül ennyi idős volt, amikor zenélni kezdett. Itt kezdődik, hogyha valaki nagyon tehetséges, akkor itt kell indítani. Engem is hál' Istennek ilyen korban indítottak el, úgyhogy ezt nagyon-nagyon fontosnak találom. A Tóvárosi Csillag születik döntőjére Mészáros Attila is ellátogatott. Székesfehérvár ifjúsági tanácsnoka szerint fontos egyrészt az ilyen események közösségteremtő ereje, és persze a tehetséges fiatalok felfedezése is. Kiemelt helyen szerepel a városi ifjúsági stratégiájában a tehetséggondozás, hiszen ezért is álltunk mellé, és szervezői vagyunk a Fehérvár Média Centrummal közösen a versünnepnek, amelyet idén már negyedik alkalommal szervezünk meg, és idén második alkalommal lesz Fehérvár hangja. De természetesen az intézményeken keresztül pedig minden olyan egyéb tehetséggondozást támogatunk, amelyekben a fiatalok részt vesznek. Nem ez volt az utolsó ilyen kezdeményezés a Tóvárosi Általános Iskolában. Az intézmény igazgatója ígéri, lesz még Tóvárosi Csillag születik.